Ebben a kísérletben az enzim működésnek az optimális környezeti feltételeit fogjuk megvizsgálni. Ezek közül először a hőmérséklet hogyan befolyásolja az enzimek működését. Tudnunk kell, hogy az enzimek biokatalizátorok, szerepük az, hogy a reakcióknak a sebességét megnöveljék, illetve az aktiválási energiát lecsökkentsék, mivel minden enzim fehérje nagyon érzékenyek a környezeti hatásokra. Az egyik ilyen fontos környezeti tényező az enzim működés szempontjából a hőmérséklet. A kísérlethez szükséges környezeti tényezőt úgy biztosítottuk, hogy az első főzőpohárba jégkockát tettünk, így ezt a hőmérsékletet 0 fok közelébe csökkentettük. A második kísérleti összeállítás esetében a főzőpohárban lévő víznek a hőmérséklete 60 fok Celsius, ebbe helyeztük bele a keményítő oldatot. A harmadik kémcső szobahőmérsékleten van. Mindhárom kémcsőbe a keményítő kimutatásához szükséges jód oldatot adunk. Ezután 15-20 perc várakozási idő következik, majd megvizsgáljuk, hogy a kémcsövekben végbe ment-e a katalízis. A három kísérleti rendszerben amiláz enzim is található, ezzel vizsgáljuk meg azt, hogy az amiláz milyen környezeti tényező mellett képes lebontani a kémcsövekben található keményítőt. A keményítő kimutatásához tehát a jód oldatot beleöntöttük az egyes kémcsövekbe. Vizsgáljuk meg, mi történt az első esetben, amikor nagyon alacsony hőmérsékleten vizsgáljuk a reakciót. Ebben az esetben az amiláz enzim nem tudta kifejteni a hatását, mint látjuk, a kémcsőben kék színű az oldat. Ez azt jelenti, hogy a jód beépült a keményítő egyik alkotó részének, az amilóznak, spirális szerkezetének a közepébe, megváltozott a fénytörés, és ez mutatja a kék színt. Magas hőmérsékleten az amiláz nem tudta kifejteni a hatását, mint látjuk, itt is megjelenik a kék szín. Azért, mert az amiláz enzim nem működött, a magas hőmérséklet hatására az enzimfehérje kicsapódott. A harmadik kémcső, amely szobahőmérsékleten volt, ebben az esetben viszont elszíntelenedett az oldat, mivel az amiláz lebontotta a keményítőt, és így glükózmolekulák keletkeztek végtermékként. Ebből azt a következtetést tudjuk levonni, hogy az enzim működésnek optimális hőmérsékleti tartománya van. Ez az optimális hőmérsékleti tartomány körülbelül megfelel a szobahőmérsékletnek, illetve a testhőmérsékletnek, ami 20 és 40 fok Celsius közé esik.